hogyan alakulnak nátok a férfinői szerepek? Azok köré a szerencsés nők közé tartozom, akiknek a férje otthon rengeteget segít a gyereknevelésben, a háztartásban, és én azért nagyon büszke vagyok az én kis férjemre, mert tényleg igazából a mosogatógépnek a kibepakolása, felmosás, porcivózás, ahogy kiadjak valamit, mit szoktál még mosogatni segíteni? Szokott. Mosogatni vasalni szokott. Vasalni nem, de akár még a szárítógépemet is bepakolja, hogyha én elszaladok edzésre, úgyhogy nekem a Gábor óriási nagy szerencsém. Erre vagy eset 11-kor lejár, ugye? Mikor elalszol. Igen, mert az az igazság, hogy én vagyok az altatós a Beninek, de általában szeretek beindítani egy mosógépet, ami este 11-kor jár le, úgyhogy ilyenkor az én drága férjem lemegy az alaksorba, és kipakolja a mosógépet, hogy áttegye a szárítógépbe. De neked melyik a kedvenc házi munkád szíven? Szerintem egy férfinak nincsen kedvenc házi munkája. Nem, nincsen abszolút kedvencem, megcsinálom mindegyiket. Vasalást azt nem szeretem, azt azért nem szoktam egyébként vasalni. Nagyon alacsonyan van nekem a vasalódeszka, és nagyon fáj a hátam tőle, úgyhogy tényleg azt nem szoktam. De így az edényekkel, azt mondom, a válaszoléket talán a porciózás az, vagy az edények kipakolása az, ami bepakolása, inkább az, ami úgy könnyen megy, és rutinból már hozom. Egy biztos, hogy úgy működik szerintem minden férfi, és ő is, hogyha parancsolunk nekik, akkor az nem fog menni, ha szívből jön, magától jön, akkor mindent megcsinálnak. Hát szerintem úgy lehet összeegyeztetni a férfiasságot, meg a házi munkát, hogy nem kell különbséget vonni közte. Én azt gondolom, hogy attól még egy férfi nem kevésbé férfi, mert otthon segít a párjának. De azt gondolom, hogy ez tényleg alapvető dolog. Én például ezt látom a szüleimtől is, hogy apukám az mindig besegített, mindig segített. Anyukám is már elég kiskorom óta arra nevelt, hogy rendbe rakjam a szobámat. Illetve hát nekünk ugye az edzőtáborban is, hogy ezt megszoktam, hogy saját magunknak kellett takarítani a szobát, magunkra kellett néha mosni, főzni. Úgyhogy én abszolút beletanultam az évek során, úgyhogy nekem az abszolút nem okoz gondot.